Jó napot kívánok! Önök a Marosvásárhelyi Antenna egy magyar nyelvadását lássák, és ezt köszönöm önöknek. Ma egy érdekes helyre fogunk elmenni, a Kincsek házában. Ez természetesen a Telekitéka, és meghívottunk is van házigazdánk, Lokodi Edite Emőke, a megyei tanács elnöknője. Kezdjük. Jó napot kívánok, és köszönöm ezt a szép utazást! Én köszönöm, és a nézők nevében is, hogy a Kincsek házába fogunk belépni. Mert a Telekitékáról nyugodtan elmondhassuk azt, hogy a Kincsek háza, mert kincseket rejt. És ami a legfontosabb, az, hogy most a Telekitékának munkálatok alatt áll, és gyönyörű új ruhája lesz, modernizálva, renoválva, és újra vissza lesz adva Vásárhelynek ez a kincs. Igen, körülbelül 2 éve nem látogathatják a turisták, de a munkálatok 2004-ben kezdődtek. A munkálatok célja az 1797-ben elkezdett és 1802-ben befejezett Telekitékának a teljes restaurálása. 2004-ben, amikor elkezdtük ezeket a munkálatokat, akkor az alapoknál kezdtük az épület állagának a restaurálását, hisz mi nekünk, a megyei önkormányzatnak a kulturális intézményeinken keresztül nagyon sok olyan műemléképületünk van, amelynek a megtartása az eljövendő generációk számára feladatunk. Ezért kezdtük el a kultúrpalotát restaurálni, az önkormányzati palotát, ezért kezdjük el a várban lévő múzeum épületét restaurálni, és a Telekitékát. Természetesen, mint említettem, 2004-ben kezdtük el, és az idén, remélem augusztusra ismét befejezzük. Megteszünk mindent, hogy hamarabb, de az ottani látogatásunk, utazásunk folyamán elmondták a kollégák, hogy sajnos télvíz idején nem lehet a könyveket a hideg miatt egyik teremből a másikba átvinni. Az építkezési munkák nagyba befejeztek. Kisebb restaurálási, freskó restaurálási munkák vannak, de természetesen újra be kell rendezni a Telekitékát a felújított új ruhájú épületbe, a felcsiszolt újra lakkozott termekbe, a felújított kályhákba, a teljesen felújított vízhálózat, elektromos hálózat, és az egész épület salétromtalanítása most ismét Marosvásárhely közönsége számára, de a világ számára, hisz a Telekitéka egy világhírű épület, és egy világhíre van a Telekitékának azért is, ami. És akkor egy picit elkezdenék beszélni arról, hogy mi is a Telekitéka. Hisz lehet, hogy sok fiatal elmegy mellette, megnézi a bagoly, ott lógó fém nyomatát, és azzal tovább megy. Többnek biztos van lehetősége tanulmányai folytatása következtében bemenni, akár régi könyveket megtekinteni, vagy kézbe fogni, ha tudományos munkát ír, de azért kezdjük el, hogy is született meg a Telekitéka. Az előbb említettem, hogy 1797-ben Teleki Sámuel kezdte el ennek az építését, konkrétan Ignác Schlaf bécsi építés tervei alapján egy olyan elalakú épületet készített, a régi Veselényi házat, amit később aztán 1799-ben ő maga kibővítetett, aminek a célja az volt, hogy ez téka legyen, nem véletlenül a téka nevet viseli. Telekiről azt kell tudni, Teleki Sámuelről, hogy 1793 és 1822 között élt, egész fiatalon, tehát 97-ben elkezdi már a téka építését, és Erdély kancellárja volt, és a fiatal évei alatt, amikor külföldön tanul, Hollandiában, Bécsbe és több európai országba megfordul, eldönti azt, hogy ő gazdagítani fogja nem csak a tudását, hanem azt a bázist, azt az anyagot, amivel Erdély számára elhozza a kultúrát, és elkezdi felvásárolni a
különbnél különb, ritkábbnál ritkább ősnyomtatványokat. Őneki köszönhetjük, hogy a több mint 40 ezer kötetre kiterjedő adománya, hagyatéka, könyvanyag, ami ránk maradt, ebből több 66 darab ősnyomtatvány. Az azt jelenti, hogy egyedi Európában. És vannak olyan könyvek is, amik tényleg egyediek ebben a pillanatban. 1457-ben Bolognában Galeotto Martio műve, a Liber de Homnie, ez a könyv is megtalálható, ez is idejött a telekitékába, valamint az Atlas Major Jansonius című térképgyűjtemény. Itt található a 15 századból megmaradt konckódex, amely a Vásárhelyi Glosszák néven is ismert, amely a Bibliának 433 oldalon pergamenre írott része, és mivel egy latin nyelvű kódex, ezért a legelső és a legrégibb magyar feljegyzések találhatók az oldalán, a régi tulajdonos magyarul jegyzett föl ennek a latin nyelvű kódexnek az oldalára. De emellett még más ritkaságok is itt vannak a könyvtárban, hisz az évek folyamán a több mint 40 ezer példány bővül, és ide kerül a régi református kollégiumból a bolyai hagyaték, ami duplája, 80 ezer könyv. Ide kerülnek különböző könyvtárakból is, meg személyes gyűjteményekből is könyvek, könyvritkaságok, és ide került a Mikházi Ferencesek kolostorának, a könyvanyagának egy nagy része. Itt őrizzük azt a kincset, amely Kőrösi Csoma Sándornak az angol-tibeti szótára, ez is azt hiszem, hogy egy egyedi. Itt őrizzük a bolyai hagyatéknak a több részét, amint azt már említettem az előbb. Apácai Csere János Magyar Logikácska című könyvét, amelyet 1654-ben Gyulafehérváron adtak ki. Ennek egyetlen egy példánya van, és az itt van, mi nálunk. 1955-ben, amint mondtam, a Református Kollégium is ideadja a gyűjteményt, és így kerülnek más jelentős művek, Orbán Balázs művei, a Székelyföldről készített eredeti fényképek, Mészáros József könyvtár fedezte fel, és Erdély Lajos könyv alakba kiadott Székelyföld leírása. Itt volt kiállítva körülbelül 100 darabból álló Nagy Imre gyűjtemény is, amit reméljük, hogy sikerül majd az elkövetkező 4 évben megegyezni a várossal, hisz a város tulajdonát képezik, hogy visszakerüljön ide. Igazán azt szeretnénk, hogyha a telekitéka elsősorban a könyvtár lenne, hisz van lehetőségünk újabb szobák felszabadulásával a kultúrpalotába tovább bővíteni a galéria felületét, a képtár, a képanyag felületét, a kiállító termeket, és most, amikor lehetővé válik a megyei könyvtár és a kultúrpalota emeletei között az átjárhatóság, és liftet építünk a könyvtár lépcsőházába, hisz azt hiszem, hogy valamikor Bernád is úgy gondolta, csak nem tudta megvalósítani, hogy ott azért legyen felvonó, hogy az emeletekre idős vagy mozgássérült emberek is feljuthassanak, és látogathassák a kultúrpalotát, akkor az anyagokat átrendezzük egy kicsit. Miért fontos a telekitékának a felújítása? Elsősorban azért, mert ez az épület eléggé az idők folyamán leromlott, minden épület leromlik. Szükség volt az újrafedésre, szükség volt az alap megerősítésére, szükség volt arra, hogy kivezessük azokat a forrásokat, amelyek az idők folyamán ott felgyűltek, léteztek. Egy elég nagy munka volt a források kivezetése. Salétromtalanítani kellett a falakat, hogy ne romoljon tovább az épület állaga. Újjá kellett építeni,
majdnem a téglákat ugye a régi vakolattól megszabadítani, hogy szellőzzenek ott, ahol megromlott a tégla, ott kicserélni korhű építőanyaggal, és hát közösen látogattunk oda, és láttuk, hogy minden munka már majdnem el van végezve, talán az építők szép lassan ki is vonulnak, alig maradt már nyoma annak, hogy ott építők dolgoztak, és szép lassan következik a takarítás és a visszarendezés. A fénynek a visszaadása. Igen, ami nagyon szép az az, hogy az építők azok tiszteletbe tartották azt, hogy Teleki Sámuel, amikor ezt a Teleki tékát megálmodta, akkor egy korhű stílusba álmodta meg, és amint láttuk, a festések, az ajtófestések, a falak festése, minden a régi színeket visszavarázsolja, a régi fehér aranyozott hangulatot visszaállítja, és a termek természetesen, mint könyvtár, fognak tovább működni, és a könyvanyagot azt szétosszuk, hogy az épület struktúrája azért bírja meg a könyvanyagot. Bizonyára, hogy a kiállított könyvek a turisták számára, az idelátogatók számára nagy érdekességet nyújtanak, és egyedi dolgokat nyújtanak, hisz itt vannak a román kultúrához kapcsolódó anyagok is, olyan kiadványok, amelyek 231 példány, amelyek a Snagovi nyomdából származnak, Brassóról, Gyulafehérvárról, Rümnikről, Szebemből. Itt van a bukaresti biblia, amely 1688-ba volt kinyomtatva, és én számomra a Vizsói Bibliának itt van egy magyar változata, egy 8 kötetes különböző nyelveken kinyomtatott Biblia. Én számomra ez azt fogja jelenteni, hogy a turisták is, és a kutatók is hozzáférhetnek olyan anyaghoz, ami egyediek. Nemrég, hát mielőtt még elkezdtük a nagy munkálatokat, egy ismerősöm mesélte, oda látogatott egy Erdélyt látogató holland csoport, és amikor meglátták ezeket a ritkaságokat, ezeket az ősnyomtatványokat, nem akarták elhinni, hogy mi nekünk ilyen gazdag és ennyire értékes ritkaságok vannak a tulajdonunkban. Azt mondták, hogy csak ezt Európa nagyvárosaiba tapasztalták még. És ez az összes minden egy olyan érzést ad, legalábbis most, mikor önnel voltunk látogatni, hogy hova jutottunk, hogy visszatérünk a történelembe, hogy úgy tiszteletet ébreszt az emberbe. Az épület maga. Maga az épület, a belső udvar, a benne levő értékek, és ami fontos, legalábbis én nagyon annak tartom, a teljesen renovált olvasóterem. Igen. Természetesen ez nem egy olyan óriási olvasóterem, mert elsősorban kutatás számára biztosítja a lehetőséget, hogy csak itt lehet ezeket a könyveket tanulmányozni, nem lehet őket elvinni, nem lehet őket kikölcsönözni, de úgy lesz biztosítva minden szolgáltatás a Teleki tékába, hogy lefedjük az igényeket azoknak a fiataloknak, akik a tudományos munkájukhoz valamilyen anyagot keresnek, gyűjtést csinálnak, feldolgoznak, hogy ide bejussanak. Vissza szeretnék térni az összege ennek a beruházásnak, új lejbe mondom, 3.029.464 lej, amint mondtam, 8 éven keresztül a megyei tanács költségvetéséből biztosítottunk. Ez sok, ha így nézzük. Mégis kevés, ha azt nézzük, hogy egy nagyon ritka műemléképületet tudtunk restaurálni. Természetesen 200 ezer lej támogatást a Kulturális Minisztériumtól is kaptunk, és remélem, hogy a Kulturális Minisztérium képviselete is jelen lesz majd az ősszel, amikor ezt az épületet
hát nem felavatjuk, de az elvégzett munkákat a közönség számára ismét birtokukba adjuk, és ilyenkor szokás egy ilyen ünnepi pillanatot megvalósítani. Amit meg is érdemel. Igen. Egy ilyen ház. Ez a Teleki téka épülete, ennek van egy gyönyörű belső udvara, amit túl azon, hogy itt egy nagyon ritka értékekkel rendelkező könyvtár működik, használhatnak más kulturális intézmények is. És hát nagyon szeretném, hogyha a megyei tanács alárendeltségében működőtmény is használna, akár kisebb hangversenyekre, akár középkori színházi darabok előadására, hisz ott van a gyönyörű épületet körülvelvő hát tornác, gang, folyósó, amiről igazán lehetne olyan előadásokat megrendezni, ahol azt is használjuk, a középen levő teret, és ugyanakkor szintén a gangok, az alsó fedett részek szolgálhatnának a nézők számára nézőtérül, de ki lehetne alakítani ott más felületeket is. Hát remélem, hogy amelyik pillanatban átadjuk a telekitékát a közönségnek, akkor a társintézmények is érdekesnek fognak. Tartják majd, és jelentkezni fognak különböző rendezvényekkel. És egy ilyen rendezvénnyel, vagy rendezvény sorozattal visszatérne az élet. Mindenképpen, hisz a Teleki téka a régi városnak a része. És én úgy látom, hogy természetesen csak majd június után, hogy lehetne egy olyan közös tervet, hogy a régi épületekre emléktáblákkal kiírjuk, hogy mi volt ez a régi épület. Kiírni a Bolyai iskola és a tér közé, hogy ez a régi város tér. És én tudom, hogy létezik egy olyan terv, melyet a város egyik műemlékvédő urbanistája, tervezője készített el, és évekkel ezelőtt ez ki is volt állítva a Kultúrpalota kiállító részlegére, és meg lehetett volna nézni, hogy hogy nézne ki az, hogy a törvényszék körül, a Kendefi palota körül, a régi külső belső Kutas utca, Görbe utca, Farkas utca, az alakulna át a régi város képét visszaidéző sétáló utcává. Lehetne ott berendezkedni a tereken kisebb szolgáltató egységekkel, kiskocsmákkal, akár üzletekkel, hisz a főtér az ebben a pillanatban sajnos egy eléggé használt, megterhelt főtér. Ha emberekkel beszélgetek, és megkérdezem, hogy le lehetne zárni a forgalmat a főtéren, mindenki azt mondja, hogy jaj, ne, mert akkor hogy közlekedünk, de lehet, hogy ugyanezt meg lehetne tenni ezekbe az utcákba, és a középkori hangulatot vissza lehetne hozni turisztikai látványosságként, turisztikai szolgáltatásként. Nagyvárosokban ez most, lehet, hogy ez a szó azért nem megfelelő, hogy divattá vált. A nagyvárosokban már kialakult a belső központ, a régi tér, visszahozzák azt a régi hangulatot, ami óriási turisztikai mozgást idéz elő. Igen, mindenhol a hangulat kulturális ajánlatokkal együtt jelen van, Európa minden nagyvárosába, kisebb városokba is, hisz ez most már egy törekvés, hogy megmutassuk magunkat, nyílt tereken mutassuk meg magunkat, nyílt tereken mutassuk meg a sokszínűségünket, a kultúránkat, a hagyományainkat, és mikor egy gazdasági programba azt mondjuk, hogy szeretnénk a turizmust felrendíteni, akkor mindenképpen kell abban gondolkodni, hogy igen, de mit ajánlok, és mit várok el a turistától, mi érdekelje a turistát, miért jöjjön ide, miért maradjon itt, miért ne menjen egy óra múlva el, most túloztam, de 3 óra múlva biztos elmegy, mert megnézi a telekitékát, megnézi a várat,
ha nincs bent a várba semmi tevékenység, tovább megy, mert kívülről látja, igen, az 1600-es években épült várat, lejön a főtérre, körbejárja a főteret, igen, megnézi a telekdiházat, a kultúrpalotát, visszamegy a Bolyai tetőn álló autóbuszra, és elment egy másik megyébe. Mi meg kell tegyünk mindent. A gazdasági szféra, az önkormányzat, a vállalkozók, hogy a turizmusban dolgozók, hogy azokba a szállodákba, amik már működnek a városba, abba a turisták maradjanak itt, úgy maradjanak itt, hogy utána egy-két napra Szovátára is ellátogatnak, ellátogatnak Segesvárra is, és meg akarják ismerni a kultúrát, meg akarják ismerni a filharmonikusok gyönyörű játékát, meg akarnak nézni egy-két színdarabot, mert a kollégáink az Ifjúsági Bábszínházból is többször készítenek több nyelven, francia nyelven is előadásokat. Párizsba például nagyon sikeresek voltak, és a közönség el volt bájolva a kollégáink alakításától, munkájától. Ha külföldön már értékelik a kulturális intézményeink munkáit, és irigylik tőlünk azt a kincset, amivel mi rendelkezünk, hát próbáljuk meg itthon is értékesíteni. Ezért is szerintem kutya kötelesség ezeket renoválni, rendbehozni, megtartani. Mert sajnos az időfoga mindenen meglátszik. Gondoljunk arra, hogy 1802-ben nyílt meg. Igen, 1802-ben. Tehát akkor már könyvtárnak megnyílt, de azelőtt egy része a háznak, majd később a másik része már létezett, építettek. És feltbontva tetszett mondani a könyveknek a számát, és az örökséget, meg az eredeti gyűjteményeket, de összesítve, mikor azt mondjuk, hogy 250 ezer ritka könyv, az már kimondani is sok. Igen, azt hiszem, hogy egy hiányosságunk van, de hát 10 évvel ezelőtti. Meg kellett volna ünnepeljük a Telekiték a 200. fennállásának a születésnapját. Én remélem, hogy jövőbe Marosvásárhelyen közösen ünnepeljük majd a kultúrpalotának a születésnapját, 100 éves lesz a kultúrpalota, amikor az önkormányzati palotát sikerült a restaurálási munkákat befejezni, megünnepeltük a 101 éves fennállást, mert közben egy évet sajnos csúszott az ünnepség, de hát akkor majd megkeressük azt a pillanatot, amikor a Teleki térkáról is beszélünk, például most, amikor majd ismét visszaadjuk a közönségnek, akkor elmondhassuk, hogy 210 éves a Teleki téka, és hát ez is egy kerek szám. És újra fog csillogni, villogni. És újra fog csillogni a Teleki téka, és hát újra modern szolgáltatásokkal is fog majd a közönség számára a kaput nyitni, hisz azért, hogy a könyvanyagot tovább megvédjük, olyan berendezéssel szereljük fel, ami elvonja tehát a raktárokból, a könyvtár kiállító felületekről a nedvességet, hogy ezeket a ritka példányú könyveket tovább óvjuk. Ugyanakkor teljesen felszereltük az épületet, új villanyvezeték van, új víz, kazánházat. A régi 1800-ban megépített csempekályhákat, amelyek gyönyörűek, visszaépítettük, de nem fogjuk használni, csak mint valami érték, ék ott lesznek a termekbe, központi fűtés van, ami megint javítja azt, hogy ne legyen nedvesség a termekbe, hanem hogy száraz levegő legyen. Ugyanakkor kanalizálást felújítottuk teljesen, és felszereltük jelzőberendezésekkel, tehát betörés elleni jelzőberendezéssel, és tűz elleni jelzőberendezésekkel az épületet. Tehát a modernség a restaurálással, a kórhűséggel közösen áll most az elkövetkező, hát mondhatom 50-100 évre a közönség számára, az emberek számára, a marosvásárhelyi, Maros megyei, de a világ minden ide látogatója számára a rendelkezésükre. Külön
tetszett említeni, és ki akartam külön térni, és a nézők majd látják a kisfilmbe, ami forog, ezek a gyönyörű kályhák. Hát ez már mondhatni, hogy kiállításra való. Arról ne beszéljünk, hogy az 1700-as, 1800-as évekből van, és most is működőképesek. Igen, igen. És ami még nagyon érdekes, az, hogy a pincéje a Teleki tékának újra használhatóvá válik. Igen, mondtam azt, hogy sikerült modern eljárásokkal a salétromtól megszabadítani az épületet, tehát gombák kiűzve harcot indítottunk a salétrom gombásodás ellen, ahol kellett, kicseréltük a falépcsőket is, felújítottuk gerendákat, ott, ahol a téglák voltak megromolva, ott is korhű téglákkal kicseréltük, és természetesen ez a felület, a pincerendszer még vár arra, hogy forgalomba kerüljön. Biztos vagyok benne, hogy a Teleki TK-hoz méltó tevékenység kezdődik el, hisz nagyon sok olyan kulturális egyesület van, nagyon sok olyan kulturális tevékenység van, ami számára ez majd felületet, otthont jelenthetne. Lassan az adásunk vége felé közeledünk, majd a nézők a beszélgetés után még megnézhetik, hogy most milyen stádiumban vannak a munkálatok. Ahogy tetszett említeni, a mesterek nagyjából befejezték az építkezési munkákat, jönnek a restaurálások, a takarítás, az újra visszahelyezni majd a könyveket, mikor az időjárás is megengedi, és talán annyit elmondhatnék, hogy a Vásárhely és a megye köszönettel kell járuljon, hogy valaki arra gondolt, újra visszaállították ezt, mert ez egy szimbólum. Van egy pár szimbólum, amit rendbe kell tenni. Kötelessége valakiknek, és ezért köszönet jár. Igen, és ezzel én is meg szeretném köszönni a kollégáim munkáját, hisz nem szeretném még az árnyékát se arra vetíteni, hogy itt egy emberen állt vagy múlott, mert nem lenne igaz. Itt egy nagyon nagy csapat dolgozott. Kezdve az én közvetlen kollégáimtól, gazdasági igazgatótól, a beruházási osztály igazgatónőjéig, a kollégájáig, a megyei könyvtár igazgatónőjéig, a volt Teleki Téka igazgatóját, és itt most merem mondani a nevét, Spielmann Mihályra gondolok, de az új részlegvezetőig, folytatva természetesen a tervezőig, hisz itt műemléképületről van szó, és itt egy nagyon gondos terv készült el, és itt is nem egyetlen egy ember dolgozott, hanem egy csapat. Folytatva az építőig, a cég, amely megvalósította ezt a munkát, és tényleg szívén, lelkén viselte azt, hogy semmibe ne legyen kivetnivaló. Úgy javították ezt az épületet, mintha az ő saját kis ékszerük lett volna, nem tulajdonuk, ékszerük, amire az ember nagyobb gondot fektet, mint adott esetben egy akár saját épülete megépítésére. Ők találták meg a megoldásokat is, javaslatokkal is jöttek, és most 8 év mandátum után elmondhatjuk, hogy több kulturális intézmény gyönyörű pompába pompázva, feljavítva várja a közönséget, hisz itt a Teleki Téka, ugyanakkor a kultúrpalota, közigazgatási palota és a régi zsidó színház, ami most az új bábszínház lesz. Ezt akartam mondani, hogy ezt ne felejtsük ki, ez egy olyan projekt, ami még átfutásban van. Igen, és ami még átfutásban van, a vár központi épülete, amire az idősebbek úgy gondolnak, mint az a hely, ahova őket katonának besorolták, az most a megyei múzeum, a kőtárlat,
időszakos kiállítások és régészeti kiállítások háza lesz. Ugyanakkor el kell erről az épületről is azért csak egy zárójelként mondani, hogy ez a Borsos Tamás volt polgármesteri háza, tehát ez is 1600-ban megépült az egyik szárnya, és a látogatók láthatják azt a börtönt, amit Borsos Tamás idejébe használtak azoknak a számára, akik a törvény ellen vétettek. Az is feltárt állapotba egy üveglap alatt rajta végig sétálva látható. Íme-íme mennyi értékkel gazdagodik a város és gazdagodik a megye. És az most már nem titok, hogy elmondjuk a nézőknek, hogy hamarosan, közösen és természetesen a nézőkkel majd itt is fogunk egy sétát és egy látogatást tenni. Természetesen, és én már alig várom. És még megígérhetjük, én a televízió nevében, az ön nevében, hogy majd, mikor a telekitéka teljesen kész lesz, akkor jelen leszünk az ünnepségen, és utána egy helyben felvett sétával aprólékosan végignézünk mindent. Köszönöm szépen. Mi köszönjük. Önöknek pedig köszönöm a figyelmüket, de ne menjenek, mert folytatódik adásunk. Megláthatják, hogy most milyen állapotban vannak a munkálatok, hogy kezd újra szép és újra csillogó lenni a telekitéka. Köszönöm, viszontlátásra.
Thank you.